Bob Marley, One Love. Igaz történet alapján. Bob Marley kétségtelenül a 20. század egyik legmeghatározóbb zenei alakja. Nemzedékekre volt hatással dalaival, amik a szeretetről, a békéről és az összetartozásról szóltak. Az ő életét követhetjük nyomon jamaikai gyermekkorától kezdve, kihívásokkal teli fiatalkorán át, zenei forradalmának beteljesülésén keresztül egészen 1981. májusában bekövetkezett haláláig. Néha a hírhozója maga lesz az üzenet. Változzon meg a világ! Most jött el az idő. Bob Marley, One Love, 2024-ben a mozikban. Madame Webb. Cassandra Webb egy hétköznapi hős. New Yorki mentősként nap mint nap embereken segít, életeket ment. Számára rutin feladat a veszély. Viszont egy különös esemény hatására élete megváltozik. Fokozatosan fedezi fel szuperképességeit és próbálja megérteni, feldolgozni őket. Szerencsére nincs egyedül, hiszen barátnői jobban-rosszban kitartanak mellette, és együtt próbálják megoldani a folyamatosan bővülő rejtélyeket. Dakota Johnson és Emma Roberts főszereplésével. 2024-ben. Láttam már ezt az embert. Na és ki ő? Ezekiel Sims. Ő is ott volt Amazóniában, ahol az anyám pókokat kutatott. A halála előtt. Várj, tudom, hogy ki vagy. Ott laksz a házunkban. Te vagy az a mentős. Ja, majdnem elütöttél engem. Furcsa, hogy ilyen kapcsolati háló van köztünk. Mindabból, ami ma történt, talán még ez a legkevésbé furcsa. A hálója. Fogalmat sincs, mi lesz azokból a lányokból. Mindenkit összeköt. Gondolod, a jövő belát? Változtatni próbál eseményeken. Gyuri a földre! A jövőtök nagyon-nagyon más lett volna. Ha élni akartok, bízzatok bennem. Készülj! Most! Most vetítesz? Egy kicsit lehet. Madame Webb. Hamarosan a mozikban. Valami madarak. Béla egyedül élő öreg úr, aki nehezen viseli a változásokat. Amikor egy baleset következtében idősek otthonába kerül, úgy érzi, a világ összeesküdött ellene. Egyetlen cél vezérli, mégpedig az, hogy minél hamarabb kiusson az intézményből. Tervében társa lesz a 17 éves Zoe, aki büntetésből dolgozik az otthonban. Hiába a köztük lévő több évtizedes korkülönbség, az érzés, hogy mindketten csak az útjában vannak mindenkinek, gyorsan szövetségessé teszi őket. A Nemzet Színésze címet viselő Szacsvai László főszereplésével. Te mit csinálsz? Néha itt alszom. Nem vagy éhes. Nem is vagy olyan idegesítő, mint gondoltam. A te felelősséged is, hogy mi történik vele. De nem akar itt lenni. De ha állandóan terveket sző, akkor csak csalódni fog. Te csak elni. Igazán nem kellett volna. Minek a korrupció, hogyha nem lehet el elérni semmit? Ki fogok innen jutni? Na, tetszik, nem tetszik, busszal megyünk. Most értem, miért hagyott el a feleséged, olyan barátságos vagy. Palace Hotel. 1999 szilvesztere. A svájci hegycsúcsok közt található Palace Hotelt számtalan gazdag vendég élvezi. A 2000. év előestéjén a világ minden tájáról érkeznek ide, hogy megünnepeljék a közelgő, egyszeri és megismételhetetlen eseményt, az ezredfordulót.
Han Sueli, a szálloda igazgatója hangsúlyozza a személyzetnek, hogy bár az új évezred hajnalán járunk, nem lesz világvége. A vendégek különbségei miatt azonban kitör a csata, és az éjszaka történései nem várt fordulatokat vesznek. Az Oscar-díjas rendező Roman Polanski legújabb alkotása, főszerepben Mickey Rourke és a Monty Python társulat oszlopos tagja John Cleese. Sperminator. Whoa! That bubbles of champagne will gush from their noses and ears. Oh my god! Just a fucker with a beanpole. Mitternacht werde sie alles verlieren. Computers all over the world are about to crash. We'll be two of the richest men on the planet, all right? Does anyone know how to wrangle a penguin? Don't touch the fish. This will require your absolute discretion. Something bad? Oh, yes. Дорогие россияне, дорогие соотечественники, на меня возложена обязанность главы государства. It will have to be done during the fireworks. Excellent.